A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban megmutatjuk, hogy milyen volt az idei bringás felvonulás, aztán terítékre kerül a látás hónapja és az idősek világnapja. De mindezek előtt egy összefoglalót láthatnak a maroshegyi böndörödőről. Tartsanak velünk! Idén is együtt böndörödtek a maroshegyiek szombaton a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárnál. A 16. alkalommal megrendezett maroshegyi böndörödő szüreti mulatságon ezúttal is színes programokkal és családias hangulattal várták a városrész lakóit. A hagyománnyá vált esemény azt idézte föl, hogy régen ezt a területet nagy szőlőföldek övezték, így minden évben fontos alkalom volt a szüret időszaka. Ez úgy jött létre, és azért szüret, mert hogy Maroshegyen még nagyon-nagyon régen ugye voltak szőlők. Hát nyilván a mai világban ez már nem így van, sok szőlő eltűnt, de mivel volt egy ilyen hagyománya a városrésznek, ezt a hagyományt szerettem volna egy közösségi rendezvény formájában újraéleszteni annak idején, mert hogy én voltam az ötletadó gazda. Akkor Adorján Viktor volt a Gárdonyi Művelődési Ház igazgatója, és az Adorján Viktor fejéből röppent föl ez az ötlet, ez a gondolat, hogy ahogy pöndörödik a szőlőnek a leve, ebből találta ki azt, hogy akkor nem pöndörödő lesz, hanem böndörödő. És aztán született is egyébként a Viktor párja, készített is egy nagyon cuki böndörödő kis figurát, ami hát nyilván a maroshegyi óvodába került, úgyhogy ez egy figurának a formájában is életre kelt maga a név. És hát nagyon örülök, nyilván mi sem bizonyítja jobban az életképességét, hogy a városrész ezt életben tartja, hiszen hiába találna ki a képviselő bármit is, hogyha az itt élő embereknek nem volna erre igényük, ők azok, akik ezt életben tartják már 16 éve, és a gyerekeket helyezzük mindig a fókuszban, mivel nagyon sok kis gyerekes család él Maroshegyen nagy örömünkre, úgyhogy nagyszülők, szülők, gyerekek, unokákkal ez a városrész közösségének a kulturális programja ezen a napon. A szombati napsütéses nap elején Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a kilátogató családokat. Örülök, hogy ilyen sokan itt vannak, jó időben, szép időben. Köszönöm szépen Helgáéknak a fantasztikus rendezés, szervezést, hogy ilyen sok-sok programmal várják ma itt Önöket. Köszönjük szépen a fellépőknek a fantasztikus műsorokat, és én is csak egy fantasztikus jó időben, sok mosolyjal, szép napot kívánok Önöknek. A legkisebbek számára a szervezők 6 szüreti állomással készültek, ahol a feladatok keretein belül a gyerekek például a hordógurítást és a puttonycipelést is kipróbálhatták. A felállított színpadon pedig különböző műsorok kaptak helyet, délelőtt 10 órától egészen este 7 óráig. Minden évben igyekszünk minden korosztályt megszólítani a böndörödön. A délelőtt folyamán mindig a maroshegyi intézmények gyerekei és fiataljai tartanak bemutatót, illetve a Gárdonyi Géza Művelődési Házba járó csoportok is bemutatkozhatnak. A délután folyamán pedig gólyalábasokat várunk, gyerekzenekart, egy énekest, Szingvikit, illetve a napzárásaként pedig a happeningben fogja szórakoztatni az embereket, akik azért táncos zenés műsort hoztak, úgyhogy ott azért lehet táncolni is. A tavalyi évben elkezdtük újra a főzést, ez nem főzőverseny, hanem abszolút mindenki a saját örömére főz és a saját ízlésének megfelelően, úgyhogy az idei évben már 9 csapat jelentkezett a tavalyi 5 után. Délelőtt 11 órától például a művelődési házban próbáló Mamin Baba hordozós latin fitness csoport lépett fel a színpadon, akik a mozgás örömét összekapcsolják a gyermekük közelségével. A maroshegyi program évről évre nagy érdeklődést vált ki a fehérvári családokból, ezúttal is gyereknevetéssel és zenével telt meg a művelődési ház előtti tér az őszt és a szüretet ünneplő napsütéses szombaton. Fehérvár szépe bringa szépségverseny, akadálypálya, gyorsulási verseny. Idén is megtartották a bringás fehérvári felvonulást. 7, 6, 25.
Két kerékre pattantak kicsik és nagyok is. A biciklizés szerelmeseit várták szombaton a Halesz Parkban. Bringás-fehérvári felvonulás néven tartották az idei kritikálmaz kerékpáros felvonulást Fehérváron. A Magyar Kerékpáros Klub Székesfehérvár és térsége területi szervezetének tagjai egyedi programokkal is készültek. Három programunk is volt. Egy gyorsulási verseny, egy mérőműszerrel tudjuk mérni a gyorsulását a bringásoknak, egy másik a gyerekeknek egy ügyességi pálya, őket műzliszelettel jutalmaztuk meg, és a legnagyobb büszkeségünk a Bringás-Fehérvár szépe szépségverseny, ahol természetesen nem hölgyek, hanem bringák szépségét mérjük fel, és jutalmazzuk az első három helyzetet kiemelten is, de mindenki mást is egy értékesebb ajándékkal. Mi a célja ennek a rendezvénynek? Mit tűztetek ki idén is, vagy ebbe az évnek ebben a szakában is cél? Valójában a kritikálmaszról van szó, ugye, aminek az a lényege, hogy megmutassuk, hányan vagyunk mi bringások egészen pontosan, hogy megmutassuk, milyen sokan vagyunk, akik bringázni szeretnénk, és biztonságos körülmények között a városban. Hogy felhívjuk a figyelmet a bringás infrastruktúra szükségességére. A Bringa Szépségverseny zsűrizési szempontjairól már Gerencsér Gábor beszélt. A célunk ezzel, hogy a kerékpár iránti szeretetüket az embereknek, a saját kerékpárjukkal szembeni szeretetüket, azt ki tudják fejezni. Ez egy kerékpár szépségverseny, amit itt már másodjára rendezünk meg, aminek díja is vannak, lesznek, úgyhogy az első három helyzetet díjazni fogjuk. A verseny körülbelül úgy néz ki, hogy a kerékpáros klub részéről van egy bizottság, egy zsűri, és regisztráljuk a nevezőket, mindenki ad a kerékpárjának egy becenevet, és aztán a zsűri elvonul, és hoz egy szigorú döntést, és aztán utána szólítjuk a egymás után a harmadik, második és az első helyezettet, akiknek a kerékpárját bemutatjuk az itt megjelent embereknek. Elmondhatja az illető, hogy miért szereti a kerékpárját, vagy hogy viszonyul a kerékpározáshoz és a bringájához, és a zsűri elmondja, hogy miért, és döntött úgy, és aztán egy nagy taps, és átadjuk az ajándékot. Mi az, amit ilyenkor ti zsűriztek egészen pontosan, amikor megláttok egy biciklit és a tulajdonos? Ez teljességgel titkos, ebben több szempont is szerepel. Nyilván az esztétikum, a karbantartottság, az, hogy mennyire jön át a kisebb vagy nagyobb használója részéről az, hogy szereti a kerékpározást. Tehát vannak érzelmi szempontok, és vannak műszaki szempontok, vannak esztétikai szempontok, de ez szigorúan titkos. Pásztor László szerint az irány jó, a Magyar Kerékpáros Klub egyik önkéntese úgy vélekedik, közlekedés kultúránk tekintetében változás tapasztalható. Kritikám azzal indult az egész, mikor a kerékpárosok azt érezték, hogy ki vannak szorítva a városból, és senki nem törődik velük. És akkor így rendeztünk minden évben ilyen felvonásokat, összejöveteket, és tényleg összejött a kritikus tömeg. Mára most már vannak kerékpársávok, kerékpárutak, nem elég, de már vannak. Kerékpártámosok, az sem elég, de már vannak. És most is azért hívtuk össze a csapatot, egyrészt egy jót szórakozzunk, itt van gyorsulásos verseny, ügyességi pálya, bringa szépségverseny, másrészt, hogy mutassuk meg a városnak a felvonulást, hogy mi sokan vagyunk, és mi is fontosak vagyunk a város, mi is közlekedünk, és szeretnénk biztonságban közlekedni. Mi a tapasztalat a gyerekek és mondjuk a nagyobbak között? Ki az, akiknek szól egyáltalán az esemény? Látják-e azt, hogy korcsoportra való lebontásba érdekel-e jobban valakit, kicsiket vagy a nagyobbak? Nincsen korcsoport. Ide jönnek egy évestől 90 évesig, szóval mindenki van a csapatban. Azt élvezem a legjobban, amikor a kocsinak a gyerekülésén ül egy gyerek, mellette a másik teker a kisbringáján, rengeteg ilyen család van, és ezt mindig nagy örömmel látjuk, mert így kezdődik az egész. Tehát látják, hogy jó hangulat van, látják, hogy jó biciklizni, és akkor később is biciklizni fognak. Még végszóként mire hívná fel a figyelmet a kerékpározást illetően és a várost illetően, hogy legyünk azért elfogadóbbak, mi a tapasztalat autósok, gyalogosok, kerékpárosok tekintetében, merre haladunk, merre van az irány? Én úgy látom, hogy az irány jó. Egyre jobban észrevesznek minket kerékpárosokat az autósok, megadják az elsőséget, amikor jár, és figyelnek ránk. Én azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes azon elgondolkodni, mivel közlekedik a városban. A város útjai kapacitása véges. A parkolóhelyek kaszáma véges. Tehát valami mást kell keresni. Közösségi közlekedés, kerékpározás, autózás, minden együtt, és mindig a legcélszerűbbet kell választani.
A parkban a Fehérvár szépe bringa szépségverseny mellett gyorsulási verseny és akadálypálya is várta az érdeklődőket két keréken. Az esemény legizgalmasabb programeleme pedig egy 12 kilométeres fehérvári bringakör volt, amely a Halesz Parktól indult. A rendezvény célja, hogy felhívják a figyelmet a bringás infrastruktúra szükségességére. Október a látás hónapja. Éppen ezért legalább ilyenkor érdemes kiemelt figyelmet fordítanunk a szemünk egészségére is. Számos helyszínen várják ingyenes szűrővizsgálatokra kicsiket és nagyokat egyaránt. Vendégem a stúdióban Cserta János, optometrista. Köszöntelek. Köszöntelek, szia. Ti már ugye több éve csatlakoztatok ehhez a kezdeményezéshez, és ingyenes szűrésekre vártok mindenkit. Beszéljünk arról, hogy hogyan zajlik egy ilyen vizsgálat, mire lehet számítani. Ez a 20. év, hogy ez a kampány elindult, és már az első óta minden évben részt veszünk ebben a kampányban. Büszkék is vagyunk rá, hogy ebből tudunk segíteni itt a fehérváriaknak, fehérvári polgároknak, aki él ebből a lehetőséggel, hogy betér az üzletünkbe, vagy bármelyik üzletbe, amelyik részt vesz a kampányban. És ilyenkor gyakorlatilag megnézzük a szemét, kikérdezzük, tanácsokat adunk, felfedezzük, hogyha esetleg valamilyen látás problémája van, vagy nehogy Isten szembetegsége. És mégiscsak akkor egy kicsit kinyitva, hogy mennyire tartanak ettől a vizsgálattól, mennyire kell egyáltalán tartani, hogyan történik, milyen készülékkel akár. Abszolút nem kell tartani ettől a vizsgálattól, semmi fájdalom nincsen szemhez, nem nyúlunk, nem érzéstelenítünk, semmi ilyesmi nem történik. Nem nagyon félnek a vizsgálattól, sőt vannak visszatérő vendégeink, pácienseink, akik már előre tudják, hogy októberben be tudnak jönni, kapnak egy ingyenes látásvizsgálatot, látásszűrést, készülnek rá. Úgyhogy nyugodtan lehet jönni, megígérem, hogy senkinek semmi baja és fájdalma nem lesz. Milyen betegségekre derülhet ilyenkor fény? Van, aki nem tud például a magas vérnyomásról, bár az a ritkább, de azt is észre lehet venni a szemfenéken, akár cukorbetegséget is fel tudunk fedezni. Vannak, akik észrevették már, hogy nem látnak úgy, ahogy kellene, őnáluk akár felhívhatjuk a figyelmüket arra, hogy kezdődő szürke hályogjuk van, oda kell rá figyelni, hogyha még jobb tovább fog romlani a látásuk, akkor feltétlenül keressenek fel egy szemész szakorvost, aki majd megmondja, hogy mi a teendő vele, illetve különböző szemfenéki betegségek is előfordulhatnak. Mint például melyek ezek a betegségek? Hát most, ami nagyon sűrűbben előfordul, mint ami van a retinának az éles látás központjában lévő elsorvadása, sajnos ez visszafordíthatatlan, bár hogyha időben elkapják, akkor megállítható vagy késleltethető ennek a további romlása. Mondtad ugye a magas vérnyomás meg a vércukor szintet, hogy ilyenkor milyen elváltozások vannak a szemben? A magas vérnyomásnál a szem ereknek az elváltozása történik meg, illetve a cukorbetegségnél is a maguk az erek megváltoznak, új erek képződnek a szemfenéken, amelyek aztán vérzéseket okoznak a szemfenéken. Ott sajnos a fényérzékelő receptorok ilyenkor azon a részen elhalnak. Aztán, hogyha ebből sok apró kis pont összeér, akkor bizony egy nagyobb látótér kiesés lesz, úgyhogy erre mindenképpen oda kell figyelni. És ugye a látást is vizsgáljátok, aki nem mennyire romlott a szeme, ki mennyire, milyen távolra lát, ki az, akinek elsősorban ajánlott szemüveg, kontaktlencse, ez hogyan határozzátok ti meg? Hát mindenkinek ajánljuk magát a vizsgálatot évente egyszer. Lehet, hogy azt hiszi, hogy jól lát, de aztán nálunk kiderül, hogy nem. Nagyon sokan mondják, hogy én jól látok távolra, aztán kiderül ott a vizsgálószékben, hogy ez nem úgy van. Ő ezt szokta meg, ő azt hiszi, hogy ez a normális, holott ennél sokkal jobb látást is tudunk adni. Ugye ez nagyon fontos az életben, a mindennapokban, főleg annál, aki autót vezet. Ugye most jönnek majd ezek a szürkébb, ködösebb, mint ahogy ma reggel is volt ködösebb idők, ilyenkor azért
a kontraszt nagyon lecsökken, és egy nem elég jó látással ez még hatványozottabb lesz. Akik monitor előtt dolgoznak, feltétlenül javaslom, hogy nézessék meg a szemüket, ugyanis, hogyha nem olyan élesen, nem olyan jól lát, akkor a szemnek plusz munkát, plusz energiát kell fordítani a szemnek erre, ez aztán idegi fáradtsághoz, kimerültséghez vezethet, ez mind-mind megelőzhető egy jó szemüveggel. Éppen erre akartam kitérni, hogy egyébként az élelmódunk az mennyiben befolyásolja a szemünk egészségét. Ezek szerint nagy mértékben tudja ezt befolyásolni? Hát az ételek, amiket megeszünk, ezek nagy mértékben tudják befolyásolni. Ezek a finomított élelmiszerek, ezek most már bizonyítottan hatással vannak a szemünk egészségére is. Illetve hát minél többet töltünk a monitor előtt, minél többet töltünk mesterséges fényben. Főleg itt a gyerekekre hívnám föl a figyelmet, hogy őnekik kellene minél többet természetes fényben lenni, minél kevesebbet használni a telefont, a monitort, amennyire csak lehet, illetve minél többet rávenni őket, hogy jó messzire nézzenek kint a játszótéren. Ez a miópiának, a közellátásnak a kialakulásában nagyon sokat tud segíteni. És akiknek esetleg már romlott a látásuk, ők hogyan tudják javítani? Attól függ, hogy milyen látásromlása van, hogyha ez egy egyszerű szemüveggel vagy kontaktlencsével javítható, akkor könnyű dolgunk van, hisz a szemüveget, vagy hogyha valaki nem akar szemüveget viselni, akkor kontaktlencsét tudunk adni. Kontaktlencséből is ma már vannak nem csak az, amivel távolra lát, hanem akár bifokális vagy multifokális kontaktlencsék is, mivel közelre, távolra is jó esetben fog látni. Az, aki kevesebbet szeretne szemüveget hordani a mindennapokban, neki tudunk javasolni egy távoli kontaktlencsét, és ha esetleg közelre az nem megfelelő, mert már a szemlencséje nem olyan rugalmas, hogy közelre, távolra is tudjon fokuszálni, ott meg alkalmanként egy olvasó szemüveget tudunk még a kontaktlencsé elé adni. Vannak-e olyan helyzetek, hogy adott esetben valakinek nem javasolt a kontaktlencse használata? Természetesen, tehát annak, akinek többször be volt gyulladva a szeme, hajlamos erre. Olyan munkakörnyezetben van, hogy poros, piszkos, ott semmiképpen nem javaslunk kontaktlencsét. A gyerekeknél is azért szeretjük azt a 16 évet megvárni. Körülbelül akkor érnek már be annyira, hogy oda tudnak figyelni a higiéniás dolgokra is, illetve odafigyelnek arra, hogy tényleg az a kontaktlencse a kihordási időn belül legyen, csak használva tovább ne legyen, minden nap le legyen véve a szemről, akkor az el legyen egy kicsit takarítva, mosva, pihentesse a szemét éjszaka, vagy akár hétvégén, vagy amikor megjön az iskolából, egyből vegye le, váltson át szemüvegre, és akkor egy kicsit pihentebb szemre tudjuk másnap reggel felhelyezni a kontaktlencsét, illetve hosszú távon is tovább fogja tudni használni azokat. Még egy kicsit visszakanyarodva arra, hogy ingyenes szűrések várnak ilyenkor mindenkit, nektek mik a tapasztalataitok, mennyire növekedett meg az érdeklődés esetleg? Ahogy említettem, már vannak visszajáró vendégeink, ők mindig már előtte, szeptemberben már hívnak bennünket, hogy lesz ez az ingyenes szűrésvizsgálat. Ilyenkor azért megnövekszik azoknak a száma, akik betérnek hozzánk, nem is feltétlenül szemüveget akarnak, tényleg csak arra kíváncsiak, hogy a meglévő szemüveg, meglévő kontaktlencse jó-e még. Azok, akik nem hordtak szemüveget, kontaktlencsét, és valamit éreznek, hogy azért ez nem teljesen tökéletes, ők is általában beszoktak jönni, hogy azért meggyőződjenek arról, hogy ez tényleg így van, vagy esetleg ezt nem egy szembetegség okozza, tehát nagyon okosan csinálják, nagyon jól csinálják. Ilyenkor főleg majd az október 10-e után addigra kezdenek ugye fölébredni az emberek, akkor kerülnek adásba ezek a dolgok, amikor mi is itt vagyunk, a rádióban, újságban is egyre többször jelenik meg erről a kampányról, és akkor egyre többen jönnek. Egyébként mi az, amit javasolsz, hogy ugye, hogy október mégiscsak a látás hónapja, de milyen időközönként javasolt elmenni egyik szemvizsgálatra? Ha felnőttekről beszélünk, akkor ha bármi látásromlást tapasztal, azonnal ne húzza, ne halassza, lehet a mögött egy szembetegség, hogyha időben elkapnak, akkor simán ki tudják védeni azt, hogy ez tovább terjedjen, vagy még súlyosabb legyen. Ha nincs semmi panasza, akkor is érdemes egyszer betérni egy optikába, megnézetni egy optometristával, egy szemorvossal a szemet, hogy minden rendben van-e. Ilyenkor ugye a szem előső felszínétől nem csak a dioptriát állapítjuk meg, hanem a szem előső felszínétől a szem golyó hátsó részéig, a retináig mindent átnézünk, átvizsgálunk, hogy minden rendben van-e. Gyerekeknél más a helyzet, a gyerekeknél érdemesebb már
kiskorban is szemészetre vinni őket, ott mindenképpen gyerekeknél szemorvost javaslok, hogy oda kell menni, főleg első alkalommal, ha anyukának, apukának szemüvege volt valamilyen szembeteg, gyermekkori szembetegség volt, feltétlenül már a születés után pár hónaposan érdemes, ha nem, akkor legelőször, és nincsen semmi panasz, nincsen semmi tünet, a gyerek nem búj bele, amit rajzol, nem könnyezik a szeme, nem húz jobbra-balra a szeme, főleg amikor fáradt, nem panaszkodik fejfájásra, akkor is érdemes már, hogy az óvoda környékén először elvinni, aztán ott megmondja majd a szemorvos, hogy mikor érdemes visszatérni, de általában még az óvoda alatt még egyszer javasolnám, és hát az iskola kezdés előtt feltétlenül, mert hogyha úgy engedjük el a gyereket az iskolába, hogy ő neki szemüvegre lenne szüksége, akkor nagy gondokat tudunk okozni. De először is, hogyha távolra nem látja, hogy mi történik elől, nem is fogja érdekelni, ha pedig közelre vannak gondjai, azt nagyon gyönyörűen leküzdi a szemek egy belső izmával, viszont ahogy ezt már említettem, ez plusz energiát igényel, ezt viszont nem fogja szeretni, ezért meg aztán nem akar majd tanulni, nem akar olvasni, nem akar írni, inkább kifele bámul az ablakon, ahol sokkal érdekesebb dolgok történnek, illetve a szemét is jobban tudja pihentetni. És akkor még itt a beszélgetés végén, hogy aki ellátogat hozzátok, bizony még van idő, mennyi időt fog ez igénybe venni ez a vizsgálat? Fél óra körülbelül, gyakorlatilag először is kikérdezzük, hogy van-e valami panasza, ha van, akkor mik azok a panaszok, mi okozza azt a panaszt, van-e valami olyan élethelyzet, ahol előbb előjön, jönnek ezek a panaszok. Aztán csinálunk egy komputeres vizsgálatot, így van a hétköznapokban, ez egy refkeratométeres vizsgálat, itt csak bele kell nézni, valamilyen ábra van ebben a gépben, az hol élesebb, hol homályosabb, ahogy a gép ezt nézi, abból már kapunk egy egész jó kiinduló pontot, hogy milyen irányba induljunk el, körülbelül milyen dioptriára van szükség, utána egy táblát, vagy egy kivetítőt, vagy egy monitort, amin különböző jelek vannak, kell olvasni, akkor cserélgetjük a lencsét a szem előtt. Ekkor már tudni fogjuk, hogy van-e szükség szemüvegre, van-e szükség dioptriára, ha igen, mekkorára, ez megfelele a mostan hordott szemüvegének, kontaktlencséjének vagy sem. Ezek után mindenképpen egy úgynevezett binokuláris mikroszkóppal megvilágítjuk a szemét, ez egy sokszoros nagyításban látjuk ilyenkor a szemet, szemfelszín, szemlencsét, különböző törőközegeket, aztán mérünk egy szemnyomást, ez is nagyon fontos, mert akinek magasabb a szemnyomása, mint az átlag, ott a zöldhályok kialakulásának nagyobb az esélye, ott sem törvényszerű, de azért lényegesen nagyobb. Ha azon is megvagyunk, akkor pedig egy szemfenékvizsgálatot tartunk. Ez az üzleteinkben géppel történik, szintén lefényképezzük a szemfenekét, úgyhogy meg tudjuk mutatni is, hogyha esetleg ott valami eltérést tapasztalunk, ha nem, akkor is meg szoktuk mutatni, hogy nézze meg, milyen szép rendben van. És ugye ez azért is fontos, mert ha ne Isten van eltérés, és legközelebb is visszajön hozzánk, akkor a korábbi fotóval az új fotót össze tudjuk hasonlítani, hogy lett-e valami változás azóta. Hát bizony, akkor ezt a lehetőséget még érdemes most októberben kihasználni a mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok és meghívtatok. . 1991 óta minden év október 1-én ünnepeljük világszerte az idősek világnapját. Székesfehérvár idén is gálaműsorral köszöntötte a szépkorúakat. Annak is van orvossága, és se aki nem is átra húzost a cigánnyal. Szinte teljesen megtelt az Aréf csarnok szerda délután, ismét különleges élményekkel gazdagodtak azok a szépkorúak, akik együtt szórakoztak az idősek világnapján Székesfehérváron. A vízügyi igazgatóság nyugdíjas csoportjában dolgozom, és minden egyes rendezvényen, sőt, még hogyha van valami múzeumi őrzés, arra is el szoktunk menni, úgyhogy hogy nagyon szeretek idejönni, és nagyon szép, hogy ezt a lehetőséget megadják a szépkorúaknak. Örülök neki egyben, hogy itt lehetek is, és megértem ezt a nyugdíjas kort,
a kollégámmal jöttem, és nagyon örülök neki, hogy itt lehetek. A rendezvényen a városvezető is köszöntötte az időseket. Cserpalkovics András szerint a szépkorúak nélkül nem tarthatna Székesfehérvár ott, ahol most tart. Ez tényleg egy nagyon szép és régi hagyomány, hogy köszöntjük az idősek világnapja alkalmából a kicsit régebb volt a fiatalokat itt Székesfehérváron, ugyanúgy, mint ahogy ezt megtesszük egyébként az adventi időszakban is, készülve a karácsonyra, és hogy ez tényleg egy szép hagyomány, és sokakat érint és megérint, azt meg szerintem jól mutatja, hogy itt körülöttem már látszik, hogy az Arév csarnok kezd megtelni, pedig még mindig 10 perc van a koncert megkezdéséig. Jól találkozni az idős emberekkel, de úgy látom, hogy ők egymásra is szerettek ilyenkor találkozni, pedig most egy kicsit csúszos, kicsit esős odakint az idő, de mégis sokan eljöttek, beszélgetnek, jó a hangulat, sokat fognak remélem énekelni, tapsolni, mosolyogni, szóval néhányan még táncra is perdülnek, és bízom benne, jól érzik magukat. És ahogy mondtam, minden évben 2 ilyet szoktunk tartani, de fölmerült a nyugdíjas kluboknál egy olyan igény, főleg így, hogy ez az október 1-e és ez a advent időszak közel van egymáshoz, hogy esetleg tavasszal is kéne valami ilyet szervezni, úgyhogy azon leszünk, hogy vagy húsvét körül, vagy pünkös körül, de ott is legyen egy ilyen lehetőség, mert láthatólag szerencsére van rá igény. Mondhatjuk azt, polgármester úr, hogy ilyenkor tulajdonképpen a szépkorúaknak azt a munkáját is elismerik, amit letettek az asztalra, mind a megyében, mind itt, főként Székesfehérvár. Ez pontosan így van. Bármit, amit nézünk, akár azt a helyet is, ahol most vagyunk, azt ezek a generációk építették a következő generációknak. Aztán persze valaki felújítja, valaki bővíti, valaki kicsit átalakítja, de ezek egymásra épülő fejlesztések, és ez a mi közös városunk. És ilyenkor kicsit ez a mai nap köszönetnyilvánítás, és együtt a tisztelgés is azok előtt, akik hosszú-hosszú évtizedek keresztül ezt a várost működtették, építették, vagy akik a családokat működtették, összefogják, akik vállalták a gyermeket, hogy aztán legyen unoka, legyen dédunoka, és adott esetben mi magunk is most itt lehessünk. A város nyugdíjas lakói számára ezek a rendezvények kiváló lehetőséget teremtenek a találkozásra, a kikapcsolódásra. Először is a városnak köszönjük, ki nem is tudom hányszor mondjam azt, hogy köszönöm, értékeli a munkánkat. Hát azt vesszük, hogy én 13 éve már irányítom ezt az egyesületet, és hát egyedül a Covid után jött egy kicsit, hogy féltek kijönni, és nem jöttek sokan vissza. Tehát kevesebben vagyunk, klubok is időskorra tekintettel, azok is megszűntek, de mondtam, hogy egymáshoz menjetek, mert aki ezzel él, hogy nem bent van az aktív munka letétele után, az megbetegszik. És tényleg elfogadták most, hogy kijönnek, és mondtam, gyertek be akkor is, ha nem tudtok jönni, csak egy hónapban egyszer jöttök el. És hát amikor mondtam, hogy milyen szép műsor lesz, hát én beléptem, és láttam, hogy egyszerűen tényleg telt ház van. Örülnek neki, és épp a polgármester úrnak mondtam, hogy vettem a konyhába, és Kossuth Rádió szólt. És ott kiemelték azt, hogy vannak olyan városok, akik már többször megkapták az idős barátot, és kihúztam magam, mert a mi városunk is vagy 2-szer, vagy 3-szor. És ezért ez valamit mond, hogy szeretik az idősek, nagy szeretettel gondolnak, és mindenért hálásak. Az abrosz darga varga, és rajta jó. A szépkorúakat a Fedák-Sári Színház művészei szórakoztatták operett műsorukkal. És emelte a rendezvény színvonalát a Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, operettének érdemes művész Oswald Marika előadása is, aki nosztalgikus pillanatokkal, érzésekkel ajándékozta meg a vendégeket dalaiban, produkciója hatalmas sikert aratott. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra! A
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.